A daganatos megbetegedéseknek számtalan előjele lehet, ám ezek a tünetek sokszor nem egyértelműek, és nem figyelünk fel rájuk. Dr. Komáromi Zoltán házi orvos a vendégünk. Sajnos ez egy olyan betegség, ami annyira későn tud kiderülni, tehát sokáig csak az emberben dolgozik, és nem is tudja valójában az ember, hogy probléma van, hogy esetleg érdemes lenne odafigyelni. És gondolom ezért lenne fontos ugye a szűrővizsgálatok hangsúlyozása, hogy menjünk el szűrővizsgálatra. Milyen gyakran érdemes szűrővizsgálatra menni? Hát ez olyan kérdés, hogy mennyi időnként kell átöltözni, vagy mennyi időnként kell kocsit cserélni. Tehát ez egy olyan szerteágazó betegségcsoportról beszélünk, aminek egyes fajtái teljesen nyilvánvalóan 3 nap múlva tünetet adnak, és már is lehet menni akár a gyógyítás irányába. A másik fajtái pedig évekig, évtizedekig lappanganak, és semmiféle tünetet nem adnak. Tovább megyek nagyon sokszor, egy rutin vizsgálatnál, egy rutin kivizsgálásán sem derülnek ki. Amikor viszont célzottan keresünk rá, mert mondjuk családi halmozódás van, vagy vannak olyan tünetek, amik mondjuk a gyengeség, a fizikai terhelhetőség, egy alvászavar, vagy éppen az aluszékonyság, vagy akár találunk egy olyan laboratórium eredményt, ami gyanús, mert nem tudom hova illeszteni, akkor kezdek el keresni, és ez mindjárt az első választ is megadja, hogy senki ne kezdjen ezekkel a tényekkel, vagy ezekkel a tünetekkel barkácsolni. Mert mindenki, akinek egy kicsit élénk a fantáziája, meg van a családjáról, meg a környezetéről valamiféle véleménye, a legegyértelműbb daganatra utaló jeleket is meg tudja magyarázni viszonylag egyszerű dolgokkal. Mint ahogy akár egy szívinfarktusnak a tüneteit is meg tudja azzal magyarázni, hogy hát ő balkezes, és hogy a szervál, vagy a fonákot ütött sokat a teniszmeccsen, és hát ő neki azért fáj a bal oldalon a mellkasa, mert úgy meghúzta. Ez konkrét példa is volt rá. Tehát az a lényeg a dolognak, hogy ha vannak betegségek, aminél vannak szűrővizsgálatok, kicsit két olyan vizsgálatról van szó, ami egyértelmű nőknél az emlődaganat és a méhnyakráknak a szűrővizsgálata, arra időről időre el kell menni, és bízni abban, hogy ha van baj, akkor azt megtalálják. De ez mondjuk fél évente javasolt? Hát nem, azért fél év az sok, ezek lassan terjedő, vagy lassan fejlődő betegségek. Tehát, hogyha valaki rendszeresen elmegy évente, két évente egy mammográfiás vizsgálatra, hozzáteszem mindenféle tünet nélkül. Mert ha egy csomót érez az emlőjében, akkor azonnal menjen. Hogyha egy rendellenes folyást, vagy egy rendellenes vérzést észlel, akkor azonnal menjen. Tehát vannak azért riasztó jelek, de hogyha nincsen semmilyen tünet, nincsen semmilyen panasz, akkor is évente, két évente ezeken a vizsgálatokon részt kell venni. És mondom, ahol családi halmozódás van, mondjuk vastagbéldaganatnál, gyomorráknál, tüdőráknál, vagy akár vérképző szervi rákoknál, ott viszont az adott háziorvossal, ha megbeszéli, és kialakul egy viszonyrendszer a kivizsgáló intézménye, szakintézménye, mert legtöbbször ugye a háziorvosnak nincs meg az eszköze arra, hogy megtalálja a daganatot, akkor ott is egy megfelelő frekvenciát megbeszélnek, hogy évente, két évente milyen vizsgálatokat kell megcsinálni, viszont ezt annak a betegnek be kell tartania, mert nem véletlenül vannak ezek a statisztikailag is alátámasztott időszakok, hogy egy évente, két évente van értelme ezeket megcsinálni. Mi a sorrend? Van sorrendje, hogy Magyarországon például mely daganatos betegségek a leggyakoribbak, és akkor megyünk a... Hát a gyomor-bél rendszeri daganatok az utóbbi években nagyon előkerültek, a tüdőrák nem tud visszaszorulni, sőt a tüdőráknak egy 10-15 évvel ezelőtt nem csak a férfi ága növekedett meg, hanem sajnos nagyon sok nő is megbetegedik ebben. Nagyon sok bőrrák van, ami ugye tulajdonképpen összefüggésbe jöhet akár a klímaváltozással, akár a szolárium használattal, de ugyanígy lehet ajak, nyelv, gége. Tehát szinte minden betegségnél ott vannak a nagyon csúnya és nagyon sunyi alattomos betegség, a hastyánvirigyrák, ami legtöbbször akkor ad tüneteket, amikor már szinte menthetetlen, illetve nagyon kevés az a beteg, akit úgy meg tudnak operálni, és úgy meg tudnak utána kezelni, hogy hosszú időre életbe marad. Nagyon sok veserák van, nagyon sok húgyhólyagrák van, nagyon sok prostatarák van, tehát szinte minden szervünk érintett ebben, hogy... Ez olyan igazságtalanság, nem? Tehát olyan értelme az élettől, hogy a fájdalom az mindig megmutat valamit, hogy ott abnormális a működés, de hogy ezeknél még fájdalom sincs, de hogy miért nincsen mondjuk a rákoknál
akkor most azt mondom, hogy de igen, mert például egy agydaganatnál az egyik legelső tünet az, hogy fejfájás van, és nagyon sokszor kilószámra elmennek a reklámokba a reklámok előforduló fájdalomcsillapítók és fejfájás csillapítókkal hónapokat vesztenek, mert el tudják nyomni azt a fájdalmat, ami egyébként jelző lenne, megmagyarázzák, hogy azért van fejfájása, mert holott egy tisztességes háziorvosi neurológiai kivizsgálás, egy koponya CT lehet, hogy olyan időben találja meg azt a daganatot, amikor az operábilis. Lehet hívni doktor urat, nagy szerencsénk, hogy itt van ma, és gyakorlatilag rendel nálunk 0-35-15-93-99, szóval lehet hozzáfordulni bátran, bizalommal, és az adás végén még visszavárjuk, megkérdezzük, hogy miért is érdeklődtek leginkább a nézők.